6,5 milliárd forint Miskolcnak. Az állam ennyi pénzt ad az új generációs szakképzők megvalósítására. Felújították a Báb Színházat, a modern köntösbe öltözött épület mozitermei már a Színefeszten is használatban lesznek. Ezüstérmes a Miskolc-tapolcai strandfürdő. A második helyen végzett az év fürdője szavazáson. 2018. szeptember 5-e szerda van. 18 órakor ez a Miskolc ma. Jó estét kívánok! Jönnek a részletek. Új generációs szakképzőiskolák jönnek létre, komplett iskolafejlesztési programot indít a szaktárca, a többi között Miskolcon. Erről Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter beszélt a Miskolci Egyetemen, a regionális szakképzési és felnőttképzési konferencián. Miskolcon 6,5 milliárd forintot fordít az állam az új generációs szakképzők megvalósítására, jelentette be a tárca vezetője. A jelen munkaerőigényét ismerjük, a jövőjét modellezzük, és ez alapján fel kell készülnünk a még nem létező szakmák megjelenésére is. Erre a szakképzésnek is gyakorlati válaszokat kell adnia. Kriz Ákos beszédében a város elkészült gazdaságfejlesztési programjáról is szólt, amely szervesen kapcsolódik a szakképzés átalakulásához. A piacképes ágazatok között kiemelt szerep jut az informatika és az elektronika, a járműipar és a gépgyártás, valamint a környezetipar és az elektronika területeinek. A Miskolc 4.0-as modellben szerepel a duális képzés továbbfejlesztése, az egymásra épülő informatikai képzési rendszer, a kutatásfejlesztés és az innováció erősítése. Kész a koncepciónk arra, hogy a Miskolci Egyetemmel közösen innovációs központot hozzunk létre. Ahhoz, hogy a jövőben is szakképzett munkaerő legyen Miskolcon és a térségben, most kell megoldásokat keresni. Ezért is döntött úgy az Innovációs és Technológiai Minisztérium, hogy új generációs szakképző intézményeket hoz létre az országban, a többi között Miskolcon. Erről Palkovics László innovációs és technológiai miniszter beszélt a Miskolci Egyetemen. Hozzátette, nem elég az iskoláknak csak eszközeikben, infrastruktúrájukban megújulni, olyan intézmények kellenek, ahol a piaci igényekhez igazítják a képzést. Az a fejlesztési terv, amit ennek hívunk, ennek két pilot projektje van. Az egyik projekt, az pontosan Miskolcon fog elindulni. Első lépésben 6,5 milliárd forintot fogunk költeni a miskolci szakgimnáziumokra, a szakközépiskolák teljes átstruktúrálására. Annak érdekében, hogy létre tudjuk hozni ezt az úgynevezett új generációs szakképző intézményt. A miskolci rendezvény az első eseménye volt annak a szakképzési és felnőttképzési konferencia sorozatnak, amelyet a közeljövőben Debrecenben, Budapesten és Zalaegerszegen is megrendeznek majd. Befejeződött a Báb Színház felújítása, kezdődhet a Színefest. Az épületben már tavaly is voltak vetítések, idén viszont modern moziterem várja a filmkedvelőket. De kialakítottak a földszinten egy új vetítőtermet is, ahol zárt körű szakmai programokat tartanak majd. Egy megújult külsővel méltó helyszínévé váltunk a filmfesztiválnak. A Csodamalom Báb Színház felújítása befejeződött, az egész épület modern köntösbe öltözött. A színház teremben például új székek, illetve akadálymentes nézőhelyek vannak. Felújították a padlóburkolatot, a mennyezeten csillagboltozatot alakítottak ki, és a közlekedést mostantól padlófényrendszer segíti. A nagy terem már tavaly is az egyik helyszíne volt a Színefestnek, idén viszont sokkal komfortosabb lesz a mozizás. A nézőtéren mintegy 190-en férnek el. Igazi színházi zsőjék kerültek a nézőtérre a korábbi műanyag székek helyett. Ezáltal is, ha úgy tetszik, hozzájárul maga a helyszín is ahhoz a szakmai élvezethez, itt a művészi élvezethez, amit a itt látható produkciók nyújtanak majd, elsősorban a Színefest vetítései, és utána a Csodamalom Báb Színház előadásai. A filmek nagy részét itt ismétlik majd, hiszen ez a fesztivál második legnagyobb befogadó képességű terme, a Művészetek Háza nagy terme után. Egy nagyjátékfilmet minimum kettő, de inkább három alkalommal ismételnek majd, ami azt jelenti, hogy egy filmet legalább 1200 ember nézhet meg.
Itt lesznek azok a kis zárt körű rendezvények, vetítések. Idén egy másik terem is a Nemzetközi Filmfesztivál helyszínévé válik. A földszinten a próbatermet alakították át vetítőteremmé. Most idén egy újabb kis terem került kialakításra, amely elsősorban szakmai programoknak és zsűri vetítéseknek fog helyszínt adni. És hát nagy örömünkre szolgál az, hogy a Bábszínház nézőtere az teljes egészében megújult, úgy az ülőberendezések, mint a belső környezet, és azt mondhatom, hogy méltó környezete lesz ez most már idéntől a fesztiválnak. A két termen kívül felújították a második emeleti stúdióhelységet, a mosdókat, a közösségi fogadótereket és egy liftet is beszereltek. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetésből mintegy 200 millió forintból valósult meg. A projekten kívül változás történt a filmfesztivál szervező irodájánál is. A főutcán lévő irodát már kinőtte a Cinemis Nonprofit Kft., így egy tágasabb helyre költöztek. A Cinefest helyszíneihez közel, a Csodamalom Bábszínház szomszédságában folytatják a munkát. Magyarország második kedvenc helyi fürdője a Miskolc-Tapolcai strandfürdő. Az év fürdője szavazást minden esztendőben elindítja a termálfürdő.hu. Idén három kategóriában versenyeztek egymással a hazai fürdők. Az év fürdője szavazáson bárki megjelölhette, melyik strandot tartja az adott kategóriában a legjobbnak. Miskolc-Tapolca első nyitott strandja még 1923-ban épült, és többszöri korszerűsítés, felújítás és bezárás után végül 2014-ben nyitott meg újra. A mai fürdőkomplexum pedig megfelel a 21. század mindenféle elvárásának. 4 éve a fitness és wellness központot is működtető strand nyílt meg, amely hamarosan egy egyedülálló élményfürdővel egészül majd ki. Sör és virsli is jár annak, aki szeptember 8-án vért ad. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezen a napon köszönetképpen ajándékokkal és retro életérzéssel ajándékozza meg a segíteni vágyókat. Aki vért ad, akár 3 életet is megmenthet. Itt a szép, megújult környezetben várjuk a véradókat majd szeptember 8-án szombaton is az országos retro véradás keretében. A megyei központi kórház területi vérellátó központjában új ágyakkal és szombaton virslivel, sörrel és ajándékokkal is várják a véradókat. A folyosón plakát is felhívja a figyelmet, hogy ezen a napon a vér nem válik vízzé, de sörré igen. Budapest, Debrecen, Győr, Pécs és Szeged mellett Miskolcon is megrendezik az országos retro véradást. A szervezőknek az a célja a rendezvénnyel, hogy nosztalgikus hangulatban felhívja a figyelmet a véradás jelentőségére. A szervezőknek az a céljuk a rendezvénnyel, hogy nosztalgikus hangulatban felhívják a figyelmet a véradás jelentőségére. Nyáron ugyanis a szabadságolások miatt kevesebb a véradó, de vérkészítményekre az év minden napján szükség van. Ezeknek a vérkészítményeknek még lejárati ideje is van, korlátozott ideig tarthatóak el a vérkészítmények. Ez azt jelenti, hogy például a vörösvérsejt koncentrátumokat a véradástól számított 35 napig használhatjuk fel, de például a vérlemezkéket csak 5 napig tárolhatjuk és adhatjuk ki. Aki vért ad, egyetlen véradással akár 3 betegnek a gyógyulásához is hozzájárulhat. Magyarországon évente 400 ezer egység vér szükséges ahhoz, hogy a belőlük származó vérkészítményekkel az ellátás folyamatos legyen. Ennek a mennyiségnek az eléréséhez Borsodból 20 ezer véradóra van szükség. Emlékezetes 3 nap elé néznek a miskolciak. Élő nagy koncertekkel, sztár DJ-kkel és kiviteles látványvilággal érkezik a 7. Miskolci Sörfesztivál a Népkertbe. Jelenleg 150-en dolgoznak a területen. A tavainál szellősebben rendezik el a standokat, a fesztiválra ugyanis minden eddiginél több látogatót várnak. Negyven éve a színpadon, a Szaragóza Band pedig 2017-ben végre Miskolcra is eljutott. A német pop együttes koncertje volt a tavalyi fesztivál egyik csúcspontja. De szokás szerint a nagy magyar nevek sem hiányoztak a repertoárból. Oh,
Kowalski meg a Vega idén is itt lesz, ahogy az Ájri Mafia, Punani is, Gangsta Zoli is, a Kártellel karöltve. A vasárnap a retro irányába mozdul el, míg az első két nap a fiatalabb korosztályé lesz. Ezen a nagy színpadon például különleges dolgok fognak történni. A két sztár fellépő, Aleph Arben és Lost Frequencies koncertje nem csak zeneileg, de látványilag is emlékezetesnek ígérkezik. Pirotechnikai show, kivetítés és konfetti eső is várható, miközben 50 standnál lehet majd kóstolni a különféle sör különlegességeket. Ezt a középső sávot használjuk gyakorlatilag, mint főutcának itt a területen. Az idei évben annyival változtatunk az elmúlt évekhez képest, hogy kiebb tesszük a kereskedőket még ettől az útvonaltól. Változás kizárólag a standok elrendezésében lesz. Szellősebb, ligetszerű hatást szeretnének elérni a szervezők, így több standot a fák közé is bevisznek. Jelenleg 150-en dolgoznak a fesztivál területén. A népkerti sörünnep iránti érdeklődés a szervezőket is meglepte. Valamiféle érdeklődés van mind a Facebook felületünkön, mind mindenféle fórumunkon, amivel nem nagyon találkoztunk még az elmúlt években. Lehet, hogy ez köszönhető annak is, hogy olyan fellépőket hozunk, és ezek az élő nagy koncertek, lehet, hogy a sztár DJ-k, nem tudjuk, de egyre hatalmas az érdeklődés, és pontosan ezért is alakítottuk úgy a területet, hogy a nagyobb mennyiségű közönség is nyugodtan tudjon szórakozni. A kereskedők csütörtökön érkeznek a népkertbe. A szervezők a vendégeket arra kérik, hogy a sorbanállást elkerülendő, a koncertek előtt mindenki időben érkezzen. A népkerti buli kezdetéig már csak kettőt kell aludni. Pénteken este 7:30-tól a mögöttem látható színpadon a Paddy and the Reds kezd majd. Tavaly egyébként körülbelül 40 ezeren látogattak ki ide a népkertbe. Tegyenek így önök is ezen a hétvégén, hogy ez a rekord is megdőlhessen. A híradót Kovács Kórudi Tíme a tudósította. A Miskolci Szimfonikus Zenekar is vendége lesz a Kerekdomb Fesztiválnak, amelyet immár negyedszer rendeznek meg táján. A rendezvényen színvonalas programok, a legfinomabb borok és a legkiválóbb gasztronómiai kínálat várja a vendégeket szeptember 13-ától 4 napon keresztül. Próbálnak a zenészek. A szimfonikusok táján, ahol igazán széles palettájú lesz a zenei kínálat, egy klasszikus koncerttel nyitnak. Mint a sajtótájékoztatón elhangzott, a zenészek nyarat idéző, derűs műsort állítottak össze. Igyekeztünk egy olyan műsort választani, amely elsősorban egy ilyen, ha klasszikus is, de így nyár végén mindenképpen egy ilyen nagyon derült, sugárzó, virulens, nagyon élő muzsika. A három nagy bécsi klasszikus szerző egy-egy művétől, ha fogjuk hallani, Beethoven, Haydn és Mozart, egy-egy művét. A házigazdák azt szeretnék, ha a rendezvény által kínált programokon túl a település szépségeit is megismernék az ide látogatók. Táját is szeretnénk egy kicsit jobban megmutatni azoknak, akik esetleg nem jártak itt, megmutatni azt a fantasztikus történelmi kincset, amit rejtőzködik az építészeti, fantasztikus szemedgyönyörködtető épületek mellett, és hát a borokat bemutatni, és mindemellé egy olyan kulturális programmal is feltölteni az embereket, mely után tájára lehet, hogy már csak a fesztivál nélkül is visszatérnek, hiszen olyan jó emlékeket adunk majd nekik. A Kerekdomb Fesztivál szeptember 13-án kezdődik, és 16-án zárul táján. Bronzérmet szerzett Gercsák Szabina Pozsonyban, ahol az Európa kupában 4 mérkőzésből mindössze 1 vereséget szenvedett. A DVTK Miskolci Judo Klub versenyzője 36 ország 380 judósával vett részt az Európa kupán. Edzője azt nyilatkozta a DVTK.eu-nak, hogy a megmérettetés arra mutatott rá, miben kell még fejlődnie Szabinának a szeptember 20-án kezdődő bakui világbajnokság előtt. 3-szoros magyar válogatott középpályás érkezett Diósgyőrbe. Markwart Dávid a DVTK 8. nyári igazolása. A 23 éves támadó középpályás Szekszárdon született, játszott szülővárosában Pécsett, majd a Puskás Akadémiához igazolt, ahol 3 éven át volt a csapat alapembere. Máig 3-szor ölthette magára a címeres mezt. A felnőtt válogatott kerettagjaként tavaly Oroszország, Svájc és Kosztarika ellen kapott szerepet.
Márkvárt Dávid tegnap írta alá új szerződését Diósgyőrben, és délután már új társaival edzett. Híradónk végén pedig egy mérkőzést ajánlunk figyelmükbe. Ma este 20:30-tól önök a Miskolc televízióban újra nézhetik a DVTK legutóbbi meccsét, a Diósgyőr-Paks bajnoki labdarúgó mérkőzést. És most nézzük a legfontosabbakat még egyszer egy-egy mondatban. 6,5 milliárd forint Miskolcnak, az állam ennyi pénzt ad az új generációs szakképzők megvalósítására. Felújították a Báb Színházat, a modern köntösbe öltözött épület mozitermei már a Színefeszten is használatban lesznek. Ezüstérmes a Miskolc-tapolcai strandfürdő, a második helyen végzett az év fürdője szavazáson. Ez volt a Miskolc ma. Friss információkkal csütörtökön este 6 órakor jelentkezünk legközelebb. Addig is olvassák híreinket, nézzék újra riportjainkat online hírportálunkon a minap.hu-n. Várjuk észrevételeiket is, írjanak nekünk az info@mikon.hu e-mail címre. A következő napokban folytatódik a késő nyárias meleg, sok-sok napsütéssel. A részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Én híradót készítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét és jó tévézést kívánok. Viszontlátásra!